Miloš Vučević szerb védelmi miniszter a sajtótájékoztatón emlékeztetett arra, hogy Szerbia nem csak az előző hónapokban és években, hanem különösen Albin Kurtinak a pristinai adminisztráció élére kerülése óta figyelmeztette a nemzetközi közvéleményt a szerb nép elnyomására, zaklatására és fizikai üldöztetésére Koszovóban. Republika Srbija smatra da je važno da KFOR ima što značajniju ulogu na Kosovu i Metohiji, posebno u sredinama gde živi srpski živalj i tome se nikada nismo protivili. Protiv prisustva KFOR-a, odnosno jedinica KFOR-a, u svojim sredinama apsolutno nemaju ništa ni Srbi koji žive u južnoj pokrajini. Milan Mojszilovics tábornok, a szerbiai katonaság vezérkari főnöke elmondta, hogy Milan Radoicsics nem vett részt semmilyen kiképzésen, egyetlen golyót vagy gránátot sem lőtt ki a szerb hadsereg kötelékében, és nem vett részt semmilyen tevékenységben. A korábbi években néhány alkalommal behívták katonai gyakorlatra, de nem reagált rájuk. Az pedig, amit Radoicsics a saját családi birtokán csinált, az nem a szerbiai katonaság dolga, mutatott rá Mojszilovics. Elmondta, hogy a szerb fegyveres erők harckészültsége nem nőtt, csak az egységek fokozott jelenléte észlelhető a szárazföldi biztonsági övezetben, az adminisztratív határ mentén. Što se tiče optužbi da smo obučavali teroriste, naglašavam da je vojska Srbije ozbiljna, snažna organizacija koja ne trpi nikakve improvizacije niti laži. Vređa intelekt optužbe da je vojska Srbije planirala upad na Kosovo i Metohiju. Petar Petkovics Szerbia Koszovó ügyi irodájának igazgatója szerint a koszovói rendőrség azért nem engedte, hogy az EULEX nyomozói részt vegyenek a Bányszkában történtek kivizsgálásában, nehogy kiderüljön, hogyan öltek meg hidegvérűen két szerbet, Bojan Mijailovicsot és Igor Milenkovicsot. Bojan Mijailovics fotója alapján a szerbiai patológusok megállapították, hogy a golyó a bal szemhéj környékén hatolt be, és a fej jobb oldalán távozott, ami azt jelenti, hogy hanyat fekve ölték meg, tette hozzá Petar Petkovics. Megjegyezte, először úgy sebesült meg, hogy lábon lőtték, majd a kivégzésére került sor. Mindeközben Kurti terrorja tovább folytatódik, mondta Petkovics. Čini mi se da je on dodatno ohrabren da napada srpski narod zato što nema adekvatne reakcije sa zapada, pre svega međunarodnih organizacija na Kosovu i Metohiji. Znate, mi ne tražimo niti od KFOR-a, niti od EULEX-a da stane na srpsku stranu, da stane na stranu prognanog srpskog naroda, na stranu onog naroda koji trpi teror od strane Kurtija svakog dana. Mi samo tražimo da budu objektivni, da budu neutralni. Azt üzente, Belgrád harcolni fog a szabadság megőrzéséért, de mindenek előtt a szerb nép békéjéért, mert ellenkező esetben folytatódik a szerbek kivándorlása, ami szerinte Albin Kurti célja.